Sziasztok! Én újra itt vagyok, és mondhatnám azt, hogy belecsaptunk a lecsóba. És ez azért is igaz, mert a nyári magazinba az én rovatom címe a Belecsaptunk a lecsóba. Az alaprecept mellett bemutatok még 4 lecsós ételt. Az egyik az a lecsós meleg szendvics, a másik a kolbászos lecsós nokedli. Aztán van még a lecsós risotto, és van a negyedik, az pedig a lecsós lazánye. Azt fogom megmutatni most. Ki ne ismerni azt az állapotot lecsó szezon kellős közepén, amikor egy kislábas lecsót dajkál a hűtőbe, egy személynek nagyon sok, a családnak kevés, készítsünk belőle valami nagyon extra, tehát ez a lecsós lazánya. És a lecsó meg a szalonna, azok nagyon-nagyon jó barátságban vannak, úgyhogy abból is fogok még az egyébként is már szalonnás lecsós lazányéhoz használni. Aztán jöhet egy kis kolozsvári, majd szép, vékony szeletekre vágok főtt, füstölt lapockasonkát. Megyünk tovább, lepirítom a szalonnát. Most ráteszem a kolozsvárit, amit jól összepirítok, majd ráteszem a lecsót, azzal összeforralom, lezárom és megyek a mártásra. Ez egy teljesen egyszerű besamel mártás. Úgy fogom készíteni, hogy megolvasztom a vajat, aztán ha felolvadt a vaj, teszek hozzá lisztet, felöntöm a melegen tartott tejjel, sózom, borsozom, szerecsendiót adok hozzá, hozzáadok parmezánt, és összeállítom a lazányét. Tulajdonképpen most kezdődik a lazányének az összeállítása. Összesen 4 réteg besamelmártást fogok felhasználni, 4 réteg tésztát, 3 réteg lecsót, és 3-szor szórom meg az összevágott főtt füstölt lapockával. A végén pedig megszórom egy kis parmezánnal, és mehet a sütőbe. Letelt a sülési idő, szerintem csodálatos lett. Most kell várni kb. 30 percet, hogy ne legyen ennyire forró, és hogy könnyebben, szebben tudjuk szeletelni. Hát így készítem én a lazányét lecsóval. Remélem tudtam vele újat mutatni, készítsétek el minél többen, tudjátok, aki elkészíti, annak jó játékot hozzá. Ezt a receptet is, meg számtalan finom ételnek a receptjét megtaláljátok a nyári magazinba. Sziasztok!